Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket Sopronból. Másfél perc múlva kezdődik a Soproni Sördögök Egis Körmend találkozó. Dr. Víg Péter már mutatja a játékosoknak, hogy tessék visszamenni a kispadhoz. Szabó Gergő és Söjtöri Tamás lesz a másik két játékvezető, Dr. Gincsai János a szövetségi ellenőr. A hazai csapat vezetőedzőjét nem kell Körmenden bemutatni, Sabáli Balázsnak hívják, és a szakmai tanácsadót, szakmai igazgatót sem, hiszen ő Patona Imre. Edzőként Csátaljai Gábor segíti még a szakmai munkát soproni oldalon. A Körmendnél Ante Perica a vezetőedző, Hencsei Tamás az edző. És hát jönnek majd a kezdő ötösök. Kosárlázon Sopronban, hiszen remekül megy a sördögöknek. Ellentétes a mérlegük a Körmenddel, nekik 7 győzelmük, egyetlen vereségük van. A Körmendnek pont fordítva, 7 vereség, 1 győzelem a bajnokságban. De azért az Sopronban is, Körmenden is talán mindenki tudja, hogy ennél többre hivatott ez a körmendi keret. És most szándékosan nem a csapat szót használtam, mert ha csapatként működik, akkor valóban jobb eredmények következhetnek. Water Lemon, Ryan Richards, Marko Popadics, Tóth Norbert és Ferenc Csaba a Körmend kezdőtöse. A soproniaknál természetesen German Thomas, Matija Poscsics, akivel megtalálták a centerüket is a soproniak végre hosszas keresgélés után. Ott van Dénes Gábor, Ruják András természetesen, és Milos Boriszov. Egy utolsó másodperces triplával tudott nyerni Pécset a soproni csapat, ami tovább fokozhatta az önbizalmukat. Elüti Poscsics Richards elől, és a soproniak támadhatnak először. A körmendieknél az önbizalom tekintetében ugye más a helyzet, de hát meglátjuk, hogy mit hozott ez az egy hét. Darren Govens már nincs a csapatnál, és elmegy majd Marko Kolarics is, de ő majd csak december 2-a után. Ferenc Csaba üt oda, előtte a falt, Ibori szokkosára nem jól mutatja, Söjtöri Tamás. Tehát Kolarics itt van a keretben, és most már pályára léphet Momcsiló Latinovics is, aki ugye Darren Govens helyén légiósként is szerepelett, ráadásul ma letette az állampolgársági esküt. German Thomas a triplával kezd, lazán, könnyedén, csuklóból. Hát tőle sok ilyet láthatunk még, ha lesz rá lehetősége. De hát ezt tudják körmendi oldalon is. Richards 0-3 tehát, Lemon. Ferenc, az ő válasza nem jó, de Richards a lepattanó, és a kettes bent van. 3-2 tehát. A támadó lepattanó a körmendé volt, ami nagyon fontos lehet. Ruják Boriszov a gyűrű alatt, és Richards nem tudja megakadályozni. Poscsics volt, bocsánat, nem Boriszov. 5-2. Szóval azért is fontos a lepattanózás, mert beszélgettem Patona Imrével és Sabáli Balázsral, ugye az egyszerű vereségük Fehérváron többek között amiatt jött, hogy az elején nem jól lepattanoztak, és sok indításgólt kaptak. Lemon is triplával próbálkozik, ő be is vágja. 5-5, egyenlít a Körmend a második percben. Ruják. Thomas. Boriszov távolról, ez a tripla nem jó, Richards a lepattanó, Lemon. Tóth Norbert, Ferenc kéri el és kapja, Richards kéri be pozícióba, meg is kapja. Poscsics üt oda, Szabó Gergő ítéli meg a személyi hibát. Nyilván a hazai publikumnak nem tetszik, a vendég tábornak viszont elnyerte a tetszését ez az ítélet. Valóban oda piszkált a center, Lemon dobhatja be a labdát. Egyelőre nincs kinek, Ferenc kérné el, aztán Richards a gyűrű alatt, és be is dobja. 4 pontos Ryan Richards, 5-7, vezet a Körmend a harmadik perc legelején. Thomas Poscsics adja neki vissza, Lemon megy Thomasszal. Dénes, Tóth Norbert nézett vele farkas szemet, Dénes Gábornak is jó keze van kintről, de ezt tudja Tóth Norbert is. Boriszov nem tudja fölemelni, Thomas, 4 másodperc még. Thomas ellövi messziről, ez nem jó, és a lepattanó Ferencé Boriszov mellett. Lemon. Richards elküldi Ferenc Csabát, Popadics beviszi a sűrűbe, rövid lesz az, Richardsnak jó asszisztra, de Richards elrontja. Thomas, pedig megvolt a helyzet, Ruják. Dénes nem emelte el. Thomas. Aki már ugye magyar válogatott, hiszen állampolgárságot szerzett ő is. És megszerzi Tóth Norbert, nem Boriszov kezében a labda. Jöhet a Sopron. Dénes próbál szabadulni, Tóth megy vele, Ruják kapja a bedobást. Richards mellett bevállalja, Ruják nem, megszerzi Tóth Norbert. És meglódul Ferenc. 3 körmendi lépéshiba. Hát sajnos sikerült elrontani. De nem baj, az igyekezet megvan, a védekezés, a labdaszerzés jó volt. Körmendi szempontból ez dicséretes. Eltotyogta egy kicsit Tóth Norbert. Poscsics. Boriszov mutatja neki, hogy ott van Thomas a másik oldalon. Boriszov szabadul, Ferenc megy vele, nem jó. Richards. Marad az 5-7, Lemon. Richards elvállalja, nagyon rövid. Be lehetett volna passzolni, mutatják neki. Reméljük, hogy sokért nem mutat rá Richards. Thomas, még mindig 5-7, a 4. perc végén járunk. Thomas, Boriszov. Ferenc megy vele. Egy szorongatott helyzetben elengedett labda, Dénes kocízi be. Egyenlít a Sopron. 7-7. Boriszové a pont a statisztika szerint. Popadics. Ferenc kapja. Richards, ez bent van. 6 pontos rája Richards. 7-9. Megint körmendi vezetés. Boriszov. Hát ez most mi volt? Ferenc Csaba második hibája. Ferenc ott állt, nem csinált semmit. Ütést mutat Szabó Gergő. Hát ütést azt szerintem nem lehetett látni. Víg játékvezető a zsűri asztalnál. Ferenc Csaba második személyéhez nem jön jól a Körmendnek. 5 perccel telt még el. Poscsics. Elég távol játszik a gyűrűtől egyelőre Poscsics. Hát a másik oldalra Rujáknak 3-asra, ez nem jó, és Richardsé a lepattanó, Lemon. Mehet tovább, 7-9-nél. Ferenc kapja, lövi, rövid. Thomasé a lepattanó, egy picit volt rövid. Ruják megy be, Tóth Norbert állja útját, aztán nem sikerül a körmendieknek megszerezni, Richards, és szerel Lemon. Poscsics volt az áldozat, tiszta blokk volt, mehet tovább. Lemon oda passzolja Tóth Norberthez, vissza Lemonhoz. 7-9 és már a 6. percben járunk. Ruják Tóth Norbert mellett, Ferencnek megint 3-asra, és jön a tripla Ferenc Csabától. 7-12. Eddig jó, mondhatnánk röviden tömören körmendi szempontból. Boriszov. A védekezés is megvan, és viszonylag hatékony a támadás. Thomas, Dénes, Thomas állt a útját, ezt már nem lehetett kivédeni. Dénes Gábor első pontjai most már valóban megszületnek. 9-12. Tóth Popadics. Nem jó Richardsnak, rossz passz. Mindkét oldalon csere. Jön Edwards, a soproniaknál Török Roland a körmendben. Richards ment le nálunk. Merem így mondani, hiszen soproni stáb is van a mérkőzésen. 9-12 tehát, egy-egy csere, és soproni akció. Poscsics. Thomas. Beleáll egy kettesbe, de nem jó. Poscsics próbált helyet csinálni magának. Kint volt. Jöhet a Körmend oldalról. 7-4-re vezet lepattanóban a Körmend. És jön Tóth Gergely a soproniaknál. Poscsics helyére. Tóth Gergely igyekszik majd Török Rolandot megállítani. Lemon. 9-12, 3,5 perc az első negyedből. Tóth Norbert indul el, Dénes mellett. Tóth felteszi, nem volt szerencséje ez az övé. Másodszorra igen. Megint egy jó támadó lepattanó, aminek kosára vége. És soproni időkérés a következménye. A hazai tábor rázendít, hogy biztatsa az övéit. Thomas. Ruják. Illetve Edwards, bocsánat, nem Thomas. Edwards kettese nem jó, Tóth Norberti a lepattanó. Lemon kapja vissza. Sonyák Béla játékban körmendi oldalon. Lemon távolról, de nem jó, és Sonyák megszerzi, és kiharcol egy személyhibát. Jön vissza Boriszov, Rujákot váltja, magasít tehát Sabáli Balázs. Lemon. Tóth még megszerzi, Török, Sonyák, ő lép be, Tóth Norbert, Lemon, hoppá, elszedik tőle, feldobás helyzet, nincs feldobás helyzet, van feldobás helyzet. Na akkor ez most milyen ítélet volt? Letelt a támadó idő, ezt mutatja a játékvezető. Thomas marad, a 9-14. Boriszov, Sonyák keménykedik vele. Első hibáját kapja. Thomas. Török. Szabálytalan. A negyedik körmendi csapat személy. Boriszov dobhatja be. Edwards. Ő sem a szezon elején érkezik. Thomas, mi történt? Fogásért megint egy körmendi hiba. És dobhat German Thomas. Lemon kérdezi, hogy vajon miért ítéltek ellene. Most sűrű jönnek a körmendi faltok. Thomas pedig bedobja büntetőjét. Kettő perc, 3 másodperc van hátra a negyedből, 10-14. Ez is bent van Cson nélkül, 5 pontos Germán Thomas, 11-14. Lemon. Kettő csapat személynél megállt a Sopron. Popadics. Lemon. Török volt a túloldalon tisztán, mutatta magát. Most kapja, de védők gyűrűjében. Török nem jó, beleért Thomas. Letelt a támadó idő. Jöhet a hazai együttes. Megint a hazai drukkerek hangja. Poscsics áll vissza. Dénest váltja. A lista vezető, a házigazda, Sopron. A körmendiek ugye utolsó előtti helyről várták ezt a mérkőzést. Boriszov távolról, nem jó, a lepattanó Poscsicsét, Török zárja ki az alapvonalhoz. Thomas 8. fordulóból maradt el a körmendiek. EC meccse miatt ez a találkozó. Thomas tempója nem jó, és a lepattanó. Még mindig a soproniaké, és Faltalag itt van bent, a lehető legrosszabb volt a körmennek. Sabáli Balázs tapsolja meg. Természetes, hogy az edzőnek tetszik, hiszen minimum 2 pont, 1 hiba az ellenfélnek, és még egy büntető is jön. Tóth Norbert helyett visszáll Ryan Richards. 13-14, és Boriszov egyenlíthet. Thomas kap pihenőt, Ruják állt vissza. Egyenlít a Sopron, 14-14, 1 perc, 9 másodperc van hátra. Lemon. Ruják szabálytalan Popadicssal szemben. Az ő arcáról is más olvasható, le másképp látta ezt a dolgot. Közte és Popadics között. Hát az biztos, hogy Marko Popadics nem könnyű ellenfél. Lemon, és a soproniak közpattan. Szép akció, Boriszov. Bentően vezet a Sopron, 6 pontos Boriszov. 50 másodperc. 16-14, Popadics. Török. Richards. Sonyák. Szinte a palánk háta mögül lejön, nem volt szerencsé. Edwards. Ruják. Lendületben most a Sopron. Ruják lepasszolja. Nem jó a 3-as, és ki lesz a lepattanó Edwardsé. Picit, mintha aludnának most a körmendi védők. Ferenc Csabát küldi vissza, Ante Perica. Edwards. Poscsics, Boriszov, 1 másodperc. Nem jön a tripla, Richards. Van még 6 másodperc, Lemon, Popadics. Nézik-e az órát a körmendi játékosok? Popadics elengedi, nem jó. Marad a 16-14, az első 10 perc után vezetett a Körmend 9-14-re, innen fordította meg a Sopron. Lepattanózásban még előrébb van a Körmend, pontokban már a Sopron vezet. Viszont van 5 eladott labdája már a Körmendnek, ami nem igazán fényes mutató, a soproniaknál csak 1 eladott labda a statisztikában. 3-ból 3 büntetőt értékesítettek a hazaiak, a Körmend még nem dobhatott büntetőt. 6-ból 2 tripla hazai oldalon, 8-ból 1. Illetve a vendég oldalon, bocsánat, 8-ból 1 a hazaiaknál. Ferenc Csaba dobhatja be a labdát. 16-14 tehát. És következik a második negyed. Lemond. Török. Popadics. Nagy tömörülés bent a büntető területen, aztán egy kicsit ritkul a sűrűje. Richards nem jó. Kicsit gyors volt ez a körmendi akció. De ami nagyobb baj, hogy eredménytelen. Poscsics. Nem tudott visszazárni a védelem. Poscsics megoldott a 18-14. Lemon, Richards, Popadics. Popadics végigviszi, elrontja. Richards visszapöcizi, 8 pontos már az angol center, 18-16. Tóth, Thomas kapja, Boriszov, nem jött neki jól, Ferenc igyekezett vissza, mert Boriszov nagyon ott maradt volna üresen. És egy picit Poscsics, mint arrébb tessékelte volna a védőket, de lehet, hogy én láttam rosszul. Thomas. Tóth teszi tovább, Boriszov. Török megy vele, Boriszov engedi el, nem jó, és a lepattanó. Hát megint elviszi Edwards, szép passz, és egy viccer Poscsicstól. Már sokadik ilyen helyzet, hogy már-már megvan a labda a Körmendnek, aztán elviszi a Sopron. 20-16. Lemon. Kivédte Walter Lemon. Amilyen jól ment az első 5-6 percben a támadás, most annyira nem megy Körmend részről, Ante Perica érzi, valamit tenni kell, időt kér a Körmend. Minősíthetetlen, amit a soproni vendégtábor művel. Én azért azt hiszem, hogy elvárható lenne, hogy valaki figyelmeztesse őket, mert a legdurvább anyázás azért az nem biztos, hogy része a kosárlabda szurkolásnak, lehet zrikálni. No. Rázó László, a helyi műsor közlő, most figyelmezteti a hazai tábort, hogy erre azért nincs szükség. Valóban nagyon vulgáris volt, amit lehetett hallani itt a időkérés alatt. Nem beszélve arról, hogy gyakorlatilag a teljes szakmai vezérkart is anyázta itt a soproni tábor, hiszen Patona Imre, Sabáli Balázs és Csátaljai Gábor is lassú kötődésű. Thomas hármasa után már nagy a különbség, 23-16 Ferenc. Török. Nem jó. Edwards. Poscsics. Boriszov. Thomas. Török lép ki. Poscsics zicserben. 8 pontos. 25-16. Nagyon megállt a Körmend támadójátéka, és a védekezés sem úgy megy, ahogy kéne. Lemon. Edwards fogta Lemont. Popadics. És faltal együtt dobja be Marko Popadics. Ez nagyon fontos lehet lélektanilag most a Körmendnek, hiszen sikerül zárkózni 25-18. Kettős csere a soproniaknál. Dénes Gábor és Takács Norbert áll be új emberként. Takács. Popadics tehát a büntető vonalnál. Ez is bent van. Takács Norbert szerezte azt a triplát Pécset legutóbb a soproniak részéről, amivel nyerni tudtak a meccsek alján. Thomas egy újabb pármas, ez elzúg, gyűrűt sem ér. Jöhet a Körmend alapvonalról. Trepák áll föl és bíztatja a játékos társat. És ez így van rendjén, ilyenkor nem bántani, letolni kell a másikat. 25-19, Lemon, Ferenc. Elesik a védő, és Ferenc bevágja a triplát. Takács volt a földön. 25-22, Edwards. Poscsics, és csak-csak valahogy a mélyből fölhozza. Richards vissza, Popadics. Egy csel után egy tripla, ami rövid. Thomas állítja meg egy taktikai faltát. Elég keményen föl is hördül a közönség. Aztán oda megy, elnézést kér Thomastól. Igen, elég határozott falt volt, így is mondhatnánk, finoman fogalmazva. 27-22-nél Thomas. Poscsics, Edwards. Takács elrontja. Kint volt, jöhet a Körmend. aztán jöhet a Sopron. Takács, bent van a tempó. Első pontjait szerzi Takács Norbert. 29-22, Lemon. Richards, támadó hibát fújnak ellene, Poscsics esik össze. Hát ezt meg kell nézni. Támadó hiba, tehát mutatja Víg játékvezető. Hát igen, volt ott egy könyökös Richardstól, hát nézem a késve visszajövő képet, valóban. Kiszúrták. Török Roland megy le, Tóth Norbert állt vissza a Körmendben. 29-22, tehát közeledünk a második negyed feléhez. 5 perc, 42 másodperc van még a nagy szünetig. Thomas. Takács. Ferenc megy vele, vigyáznia kell a faltokra. Edwards. És megoldja Poscsics. Hát mondtam az elején, hogy keveset van gyűrű közelében, azóta már elég sűrűn megjelenik. És 12 pontos. 31-22, újra ellép a hazai csapat. Popadics. Lemon, 9 másodperc még. Lemon vállalja el, és bedobja a tempót. 5 pontos volt a Lemon, 31-24. Dénes teszi hátra, Edwards. Lemon nem dőlt be a cselnek. Edwards. 5 másodperc még, beviszi a sűrűbe, Poscsics ott áll, és megint bedobja. (33-24). 4,5 perc sincs már hátra a második negyedből. Ferenc. Lemon. Ferenc a másik oldalon, Dénes lép oda. Popadics. Tóth Norbert a Takács mellett. Hát ez nagyon esetleges dobás volt, nem is volt jó. És Tóth Norbert jut ide a faltot. A harmadik körmendi csapatszemély. A soproniaknak 2 van eddig a negyedben. És összesen van 5 csapathibája a hazai csapatnak, míg a körmennél ez volt a 10. És most jön Momcsiló Latinovics először tétmeccsen a Körmendben Marko Popadics helyére. Edwards elmegy Latinovics mellett és bezárkolja. (35-24). Ferenc. Volt, mutatja Szabó Gergő. Poscsics ütötte be, és egy időkérés ismét. Érkeznek a hazai játékosok is a folytatáshoz. 3 perc, 45 másodperc van hátra a második negyedből. 35-24-nél Latinovics kapja. Ferenc az hátra, és Ferenc hármasa ül a gyűrűben. Ez a harmadik tripla. Ma délután az édesapjával a testületülésen találkoztam, és mondta nekem, hogy legalább 3-szor mondám a Fepu nevét. Mondom én azt nagyon szívesen, még többször is, hogyha úgy alakul, hát 3-szor bevágta már a triplát Ferenc Csabi. Dénes, 35-27, Thomas. 2 pontért messziről, de bent van. 10 pontos Thomas. 37-27, Lemon. Lemon próbálja végigvinni, nem sikerült. Dénes lépi ki, és húzza be. 4 pontos Dénes Gábor, Lemon marad a földön. Ezért áll a játék most, amikor már vége volt az akciónak. Bekerításra van szükség. Lemon a labdával, Tóth. Kérdeztem a Momcsiló Latinovicsot, hogy mennyire hiányzott neki a játék, hogy mennyire van meccs hiánya, azt mondta, hogy reméli, hogy ezzel nem lesz baj. Ő már nagyon várja, hát most be is vágja a triplát. 39-30. Thomas. Latinovicsot zárta el Tóth. Gergely egy jó ideig, Takács, lépéshiba. Edwards kapta volna a fineszes csel, de előtte Takács eltopogta. Jöhet a Körmend 39-30-nál, 2-10, még a nagy szünetig. Lemon kicsit szaporázta, hogy átérjen Latinovics. Richards, Tóth Gergely üti ki a kezéből, mert tovább. Ante Perica pattant föl. Thomas triplája nem jó, Ferenc a lepattanó. Edwards állítja meg Lemont. Ferenc kapja. Richards kéri pozícióba Tóth Gergely mellett. Nincs kosár, van egy falt. Tehát, hogy az imént itt fújta meg most Szabó Gergő. Nem, mintha most nem lett volna ok a fújásra. Tóth Norbert adja vissza Lemonnak. Kilenc ponttal vezet a Sopron. Richards. Megint ő erőlteti Tóth Gergely mellett, és beerőlteti Richards. 10 pontos. Huha! Dénes szökött meg, de nem volt jó a passz, így nem lett belőle az hittszer. Ante Perica töri fel a parkettát, ahogy láttuk tőle legutóbbi hazai meccsen is. Nem is tetszik a hazai drukkereknek. Edwards 3-as, nem jó. Richards, és nem értik meg egymást. Edwards kezébe hozta vissza. És védőfalt, atyavilág, Söjtöri játékvezető. Hát hol volt ez falt? Hát bent állt. Egy helyben ott állt Tóth Norbert. És megint egy lepattan, ami 2 körmendi veszett majdnem össze. Hát ez, ha falt volt, faguriga legyek, azt mondom, visszanéztem. Hát ott állt Tóth Norbert, semmit nem csinált. Ferenc Csaba mutatja Víg játékvezetőnek, hogy mit lehet még csinálni azon kívül, hogy ott áll az ember feltartott kezekkel. Igaza van Ferenc Csabinak, most azt mondom. Edwards dobja be a büntetőt, nyilván ő most nem ezen moralizál, hogy mennyire járt, vagy mennyire nem járt a 2 dobás. Ő neki az a dolga, hogy bedobja. És be is dobja. Trepák Zoltán jön Tóth Gergely helyére. 41-32. Lemon. Tóth Norbert. Latinovics kéri el. Richards elvállalja a tempót, ami nem jó, és Latinovics kezéből kiüti Edwards. Fél perc a fél időből. Thomas, Dénes, Thomas. Richards lép ki rá, bent van az üres ember, Trepák és Richards mire odaér. Ezek a nagy segítések kint a büntetővonalon kívül nem mindig jönnek be, főleg a legmagasabb center részéről. 10 másodperc sincs, 43-32 Lemon, még 6 másodperc. Lemon indul be, 2 másodperc maradt, Soproni kézről ment ki. És már csak az a kérdés, hogy 10-en belül tud-e maradni a Körmend, vagy sem a szünetre. Latinovics. Richards kapja és dobja, nem lesz 10-en belül a Körmend. Edwards engedi el még messziről. 43-32, tehát a félidő. Nagyon nehéz második, 20 perc vár a körmendiekre.